legnagyobb magyarországi széntüzelésű erőművet a 60-as évek közepén kezdték el építeni a Visontai Lignit mezőre alapozva. 1968-ban Gagarin hőerőmű vállalat lesz a neve az első űrhajós után, az első blokk 1969-ben indult, az utolsó, ötödik 1973-ban állt szolgálatba, a blokkok teljesítménye 100 és 232 megawatt között mozog. És hogy legyen valami elképzelésünk arra, hogy itt micsoda erőről van szó, szóval a körülöttünk található erőmű, az fele annyi villamos energiát képes előállítani, mint a paksi atomerőmű, ami ugye nagyon sok szempontból importra szorul, míg itt, hogyha több napra van szükség, akkor csak leszólnak a bányába, hogy bányászanak több lignitet. A mátrai hőerőmű ugyanis lignitet éget el. De mi az a lignit, tehetné fel a kérdést a kedves néző, de szerencsére az extraktor csapata azért van itt, hogy minden kérdést megválaszoljon. A mátrai erőmű az az ország villamosenergia termelésének durván az 1/5-ét látja el, a villamosenergia igények tekintetében meg olyan 15% körül van. Bár itt most olyan hideg van, hogy befagy a segünk és a leheletünk is látszik, 5 millió évvel ezelőtt még egy trópusi erdő nőtt ki a földből, és a fákon mindenféle majmok ugráltak. Igen, ez itt konkrétan tengerpark volt, bármi érdekes is ezt itt most elképzelni, ez volt itt a Pannon tengerpark. Szóval Európa nagy része 35 millió évvel ezelőtt még víz alatt feküdt, aztán elkezdett kiemelkedni a kontinens, és csak néhány kisebb beltenger maradt, például az Aralto, meg a Kaszpi-tenger, meg a Fekete-tenger, és persze a Pannon-tenger. Az Aralto éppen mostanában kezd eltűnni, és ezzel olyan nagyjából 5 millió évvel tovább húzta, mint testvére a Pannon-tenger, ami nagyjából a mai Bécstől Szerbia déli határáig tartott, nagyjából a mai Magyarország területét fette, és elég hamar édesvízű tengerré vagy tóvá változott. Szóval ennek a tengernek a partján volt egy rakás fa meg majom, és ezek a fák ugye kidőltek. És azért nagyon fontos a tenger partjáról beszélni, mert azok a fák, amik ennél messzebb voltak, azok nyom nélkül eltűntek. Viszont a parton lévő növényekre a tenger szépen ráhordta a homokat, és egy idő után hermetikusan elzárta a külvilágtól, és ezt a fás réteget égetjük el most az erőműben. Na, és ez itt a lignit. Tulajdonképpen erről beszélünk, ezt bányásszák innen. Nézd csak. Igen, de nem tudom, szóval nem, ez teljesen valószínűtlen, hogy ez szén lenne. Olyan, Tamáskot? Foshozták volna a tüzéptelepről, kicsit igen, még igen, mert hogy az a megdöbbentő, hogyha elkezdjük a lignitet megnézni közelről, akkor azt veszük észre, hogy ez fás, tehát olyan, mint egy fadarab. Teljesen. És az a vicc, hogy ez ugye tulajdonképpen fadarab. Hát ez itt a kazán, egy kicsit be is lehet nézni, persze nem ajánlatos a közelébe menni. Emiatt nem ajánlatos. Állati meleg van már itt is, de oda megy sokkal melegebb, 800 fok van. És a gőz, amit itt előállítanak, az 535 fokos. Menjünk innen, nagyon kellemetlen. Körülbelül 850-900 megawattot termelünk most meg. Töltjük fel az áramot a rendszerbe, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2,5 millió ember tévézgethet otthon kényelmesen most. Ennek az erőműnek köszönhetően. A lignitet persze ki is kell termelni valahogy, ami annak ellenére is óriási meló, hogy nem kell föld alatti alagutakat, meg egyéb furmánya szerkezeteket építeni, csak el kell távolítani a föld bolygó átmenetileg feleslegessé vált felső rétegét. Ezt a munkát kotrógépekkel végzik el, de nem akármilyenekkel, hanem egyebek közt konkrétan a világ legnagyobb kompakt kotrógépével. A 8 milliárd forintba kerülő gépmosunk persze tényleg nem olyan nagy, mint a Németországban dolgozó társa, a Begger 288-as, ami 13,5 ezer tonnás súlyával a legnagyobb szárazföldi jármű az egész világon. Cserébe ez viszont négyszer olyan gyorsan tud mozogni, de még így is olyan nehéz, mint 25 villamos, vagy 7 az Airbus A380-asból. Kedves nézőink, ezért is imádhatják ezt a műsort velünk együtt, mert a mi epizódjainkban az Airbus A380-asnál csak nagyobb és izgalmasabb gépeket mutattunk be, pedig hát az is a világ egyik legizgalmasabb és legnagyobb gépe. Ezek a rettenetes forgólapátok óránként 6700 köbméter földet termelnek ki, ami azt jelenti, hogy ha hirtelen az alienek úgy döntenének, hogy szanálják a Földet, akkor 17 ezer milliárd év alatt végezne az egész bolygóval ez a gép. Mondjuk ez nem olyan nagyon, tehát hogyha azt mondtuk volna, hogy 1 millió, azt úgy el tudod képzelni, de 17 ezer milliárd. Miért nagyon egyszerű, 10 milliárd éves az univerzum, ezt megszorzod 1700-zal? Igen. Tehát 1700-szor annyi idő alatt, mint amennyi ideje létrejött az univerzum, mert simán elbontja a bolygót, viszont a Gellért hegyel már néhány hét alatt is végezne. Na, ez már jó hangzik. Ugye? Kontextusba helyeztünk. Az erőművek a legnagyobb
villamosenergia termelők, de egyben a legnagyobb fogyasztók is. Az általunk megtermelt villamosenergiának a 12%-a az erőműves berendezéseknek az üzemeltetését kell, hogy fedezze. Az a vicc, hogy minden gép, amivel belebotlunk, az pont háromszor akkora, mint amit eddig bárhol megszokhattunk. És ezek, tudod, ez tudod mire való, ez a lámpa világító, vagy lámpa hűtő. Igen, valami ilyesmi. Ez a hidraulika, ez olyan nagy, amit még nem láttunk. Igen. Tulajdonképpen minden sarok egy nagy rácsodálkozás, hogy úristen, mekkora. Úristen. Lenéztél már? Vagy közvetlenül alá? Nem és tudtam ez... lenézni, ugye, mert hogy egy ilyen vasrácsonál van, minden átlen. Közelre fókuszáltam, és addig nem láttam, hogy mekkora van. De nézd oda, hogy takarítják az eszközt. Na, látod, hogy itt emberek. Még erre is figyelnek? Pedig valószínűleg a gépnek teljesen mindegy, hogy hány kiló posz van a tetején. Igen, van ez a rakás, berendezés, generátor, elektronika, hatalmas hidraulika, és mindez arra való, hogy az a lapát ott a végén mozogjon, lebontsa a földet, és ezen a futószalagon keresztül eljuttassák a bánya másik végébe, amit majd a műsor végén fogunk bemutatni. Ugyanis ez nem akárhol megy ez a lebányászott föld, hanem egy nagyon is valóságos nagyon helyre. Nagyon is valóságos helyre. Köszönöm szépen, hogy átsegítettél ezen a pillanaton. Miután elégettük a lignitet és meghajtottuk a turbinákat, és elláttunk árammal körülbelül 900.000 háztartást, majdnem 2,5 millió ember, valamit kezdenünk kell a káros anyaggal. Erre két iskola létezik. A régi, engedjük ki a francba az egészet, aztán tegyünk úgy, mintha nem mi lettünk volna, és az új. Szűrjünk ki mindent, amit csak lehetséges, aztán kezdjünk valami hasznosat ezzel a sok káros anyaggal. Viszontán erre egy egész kis iparág épült. Az első felesleges anyag, illetve a második, az elsőről majd később, szóval a második felesleges anyag a rendszerben az a pernye, amit hát mindenféle bonyolult módokon leválasztanak, és eladják a cementgyárnak, és ebből lesz az autópálya. Ami ezután visszamarad, az már légnemű, de még mindig elég gáz ahhoz, gáz a gáz értik, szóval ez még mindig elég gáz ahhoz, hogy csak úgy kieresztük a természetbe, úgyhogy ezzel is kell csinálni valamit, és itt jön a legérdekesebb trükk. Amikor a kompakt motorógép lekaparta a földréteget, akkor ugye előkerül a lignit, hát ezt is valahogy föl kell szedni, ki kell bányászni, azt végzik ezekkel a merítéklétrás gépekkel. És ami érdekesség ennek a gépnek, hogy ezt szeretnék, nem itt szerették össze, hanem jó 50 kilométerre innen Vicsrontán, aztán amikor megnyit ez a bánya, akkor úgy döntöttek, hogy ezt valahogy át kéne ide hozni, és azt a döntést hozták meg, hogy a saját lábán jön át, ami azt jelenti, hogy mezőkön, kis patakokon, közutakon közlekedett. Szóval miután a füstből kiszedtünk minden megfoghatót, ki kell vonni belőle valahogy a kén-dioxidot, nehogy savas esőket idézzünk elő. A feladatot az erőműben ebben a Heller forgóféle hűtőtoronyban végzik el. Ez a szerkezetet magyar mérnökök találták ki a múlt század közepén, és amikor az autópályán autózgatunk és ilyen hasonlóan vaskos kéményeket látunk, akkor azok többnyire mind ugyanezen az elven működnek. Többnyire hasonlóan üregesek is, senki sem téveszte meg, hogy itt van mögöttem egy kémény, amiből jön a füst. Ez egyébként egy nagy hűtő, pontosan úgy működik, mint egy autónak a hűtője, az erőműben keletkezett gőzt hűtik vissza vízé, ezekben a fekete bordákban áramlik a gőz, és ezt hűti a kívülről beáramló hideg levegő, ami itt a kéményen belül ugye elkezd fölfele szállni, és az egész tornyot tulajdonképpen azért építették, hogy ez a kürtő hatás ez kialakuljon. És ez a kémény itt középen, ez úgynevezett kénleválasztó, ez tulajdonképpen teljesen véletlenül van itt. És hát a működési elve az viszonylag egyszerű, ugye itt bejön a gáz, benne a kén-dioxid, amit áteresztenek egy ilyen mészkőfürdőn, és mi történik a kén-dioxiddal, hogyha találkozik a mészkővel? Semmi gond, én sem tudtam egészen mostanáig, gipsz lesz belőle. Na szóval ugye mondjuk el erről a gépről, ami itt van előttünk, hogy ez a hányógép, ez a neve. Ami azt csinálja, hogy a túloldalon, ahol jártunk, és megnéztük a kompakt kotrógépet, azt a földet, amit az kitermel, azt egy 5 kilométeres futószalagon keresztül áthozzák ide, és itt visszahányják. És ami most járunk, azt is már ő hányta ide. És ez itt a legnagyobb gép, mert hogy a futószalag és a hányás között majdnem 160 méter van, tehát egy 160 méter simán áthidal. De ezt nézd meg itt előttünk, egy konkrét dombon kell feljönnünk. Fel tudsz jönni? Hát ezt az, ami nem biztos. Segítsek? Várjál, megyek, meg vagyok. Isteni vagy. Mondhatni a kör bezárult, ugye? Ott van valahol szemben a kompakt kotrógép, kiszedi a földet,
kiszedik a lignitet, visszarakják a földet. Ha nem lenne közben a lignit, akkor ez egy elég hiába való dolog lenne, hogy egyik azon lekaparják, itt meg visszaszórják. Ez egy erődemonstráció, az emberiség már itt tart. És itt, ami alattunk látható, ez még ugye elég ilyen ocsvány módon van ide kihányva, de hát ugye ez a dolgok természete, mert utána majd jönnek mindenféle gépek, azok elegyengetik a földet, és itt 5-10 év múlva gyönyörű erdő lesz. Fákkal, nyuszival. Úgy csinálják meg, hogy illeszkedjék a tájba, kis tombok, kis völgyek, kis tavacskák, így van. Van más lehetőség is a rekultiválásra. Arról már beszéltünk, hogy az erőműben keletkezik kén-dioxid, meg pernye, de nem beszéltünk még a hamuról, mert a lignit elégetése során ugye rengeteg hamu keletkezik, méghozzá olyan sok, hogy abból konkrétan hegyeket lehet emelni. Ez a hegy, ami nálunk, ez hamuból van, illetve a hamut keverik vízzel, abból lesz a zagy, és ez itt a zagyhegy. Zagyhegyező. A poén, amit senki nem fog érteni, csak a magyar nézőink. És onnantól kezdve a szakembereknek, hogy felépítették ezt a hegyet, számos lehetőség van, például erdőt telepíthetnek rá, ugye a bánya mellett például pontosan ez történt. Itt az erőmű mellett azonban úgy döntöttek, hogy inkább felhúznak rá egy hatalmas napelemtelepet. De akkorát, hogy ez a naperőmű itt konkrétan nagyobb, mint az összes többi magyarországi együttvéve, a 16 megawattos kapacitásával a második legnagyobbnál is 30-szor nagyobb, és az áramot az erőművön keresztül táplálják be a hálózatba. Szóval bár van alattunk egy szénerőmű, aminek a kéményéből persze próbálnak mindenféle szennyező anyagot kivonni, meg kereskedelmileg hasznosítani, azért szénmonoxid, meg széndioxid távozik belőle, az jól látható, hogy megfelelő állami támogatással, és simán össze lehet kötni a megújuló energiaforrásokkal, ami összességében csökkenti az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását. Kár, hogy nincs már ilyen állami támogatás. Kár, hogy nincs már támogatás, igen. De hát tulajdonképpen ugye a kibányászott földre erdő települ, a hamuból hegy épül a naperőműveknek, hát ez csodálatos. Így van, mindenki jól jár. Mindenki. Az Extraktor első évad véget ért a Discoveryn, de a tévés epizódok rövidített verzióit megnézhetitek itt a YouTube csatornámon. Jön még a világ leghosszabb villamosa, a hekkelt vonat, spéci bioerőmű és a világ legnagyobb utasszállító repülőgépei. Ja, és iratkozz fel a csatornámra. Yeah!